A már hagyományos szentgyörgynapi birkafőző verseny a község meghatározó közösségi eseményévé vált az elmúlt 14 év alatt. Idén is baráti társaságok, családok, utcaközösségek neveztek be a nemes versengésbe. 15 csapat rakott tüzet, keverte a bográcsokban a finomabbnál finomabb ételeket. Persze, amíg megpuhult a hús, addig fogyott a sós és édes süteményekből, hűsítőkből. A baráti beszélgetéseket természetesen csak a felnőtteknél, némi alkoholos ital is kísérte. Megszokott kép a rendezvényen, hogy majd minden csapatnál több főző edény került a tűz fölé, nem csak pörkölt, más étel is készült. Ebbe birka pörkölt, ugye ebbe meg palócleves. És a palócleves az hogy jön a birkához? Hát abban is birka van. És az valami különleges palócleves? Hát én csinálom, úgyhogy különleges. És a birka pörkölt az hogyan készült? Ügyesen, nagyon ügyesen, benne van szívem, lelkem, barátaimnak főzöm, akik itt vannak, neki Csikós Józsefnek, leginkább, de minden benne van, ami kell. Az indulók egy része különleges adalékanyagokkal, mások autentikus segítőkkel szerették volna elhódítani a hőnáhított első helyezést. Mi a csapat neve? Bohu. Bohu. És hogy készül ez a pörkölt? Na, kérlek szépen, barátom, itt a jobbra mellettem egy igazi algír ember, Latri Bohu, és az ő nevéről kapta a csapatunk tisztes nevet, mint hogy Bohu. Igaz, autentikusan, mint hogy Algériában főzik a birkát, csak ott paprika nélkül. De mit majd magyarosítottuk. Igen. Itt jó barátunk 30 éve itt lakik. Alkoholt nem iszik, látszik rajta, hogy nem ilyen vigyorgós, mint mi. Ő a vízszű most meg ennyire. Ezt tehát algír-magyar keverék. És milyen várakozások vannak a versennyel kapcsolatban? Ez lesz a legjobb? Nem a verseny miatt jöttünk mi is azért, de nem nyerni szeretnénk, hanem a társaság. A zsűri, mint minden évben, most is nehéz helyzetben volt. Hosszú tanácskozás zajlott a sátorban, de végül megszületett a végeredmény. Minden induló csapatot oklevéllel jutalmaztak a szervezők. Külön díjat a Baró Művek nevet viselő formáció kapott. Harmadik helyezett a baráti kör lett. Az első helyről csak néhány ponttal a Patak utca lelkes csapata szorult le. Az első helyezettnek járó elismerést pedig a Lilike csapata hódította el. Ezzel a jogot is megkapták, hogy jövőre egy tagot ők delegálhatnak a zsűribe.